A Neonha zenekar tagjai rajtunk kívül Nagy Tamás Imre gitáros énekes, ő a fő dalszövegíró és zenealkotó, és Mészáros Péter basszusgitáros. 2012-ben Nagy Tamás Imre, ő az alapító, az egyszemélyes alapítója a zenekarnak, az ő egyedüli szoba projektje volt ez. Ekkor tért meg, voltak előtte más zenekarai, játszott a Kisvörös Kakas nevű formációkban, Tankcsapdás Lukás Lacival, ezek után a világi tartalmú zenék után úgy gondolta, hogy eldobja azokat a szövegeket, és akkor keresztény témájú szövegek felé fordult. A rock and roll, és akkor Jézus legyen benne, és akkor nekem kattant be ez, hogy ez Christ and Roll, amit mi játszunk. Nem akarunk konkrétan semmilyen stílushoz ragaszkodni. Nyilván adott a téma, fixen minden dalunkban jelen van a keresztény hit. A zene pedig popos, rockos, alternatív rock, de vannak folkos elemek, valamelyik kicsit punkos. Ezzel a stílussal, ezekkel az elemekkel szerintem szívesen meghallgatja az is, aki amúgy nem menne be. És így plusz embereket tudunk ezzel megszólítani. Jegyed van az életre, már nem biztos, hogy mindig minden tiszta. Az idén 2024-ben jelent meg a Jegyed van az életre című albumunk, és ennek címadó dala a Jegyed van az életre című dal. Maga ez a cím, ez tulajdonképpen én azt gondolom, hogy azt jelenteni, hogy mint egy vonatjegy, hogy felszállsz az életnek a vonatára, és akkor ezzel el tudsz utazni a végéig. Mindenkinek megvan az a lehetősége, és hogy bármit alkosson ebben az életben. Számomra talán ezt jelenteni, de úgy gondolom, hogy bárki gondoljon bele bármit is, és úgy gondolom, hogy mindenképpen pozitív a töltet. Nagyon sokan azt gondolják, hogy ez a hívőség, ez arról szól, hogy akkor vigyázba ülünk, nem szólunk, beülünk a templomba, mindent tökéletesen kell csinálni, és a zene is csak olyan lehet, ami orgona szóval énekelünk kórusban, de nem csak így lehet Istenről énekelni. Maga a zene ezért fontos, hogy olyan érzéseket közvetít, amikről lehet, hogy azt jutottad, hogy benned van, egyszer csak meghallod a dallamot, és libabőrös leszel tőle. Akárhol leszel, bármit teszel. Ad neki akár csak egy szó, egy olyan reményt, egy olyan támaszt, hogy feláll és tovább megy, mert rájön, hogy van még élet ezután is, és menjünk és tovább csináljuk. Úgy négy új dal, már majdnem teljesen kész dal is a tarsolyban, tehát készülünk az új akár teljes lemezre, vagy EP-re, és sok-sok koncertet szeretnénk, és egyre nagyobb koncerteket. Jegyed van az életre!